középsüli felajánlást tett a digitális oktatás segítésére. A koronavírus járvány miatt új oktatási rend lépett érvénybe. Karanténban vlogol egy gimis diák. Már karanténslágerünk is van. Tartsatok velünk! A középsői filmsorozat és a középsői.hu a digitális oktatás segítésére felajánlotta mind a két stúdióját. A tanároknak csak be kell jönniük, mindent megold a stáb. Biztosítanak élő közvetítési lehetőséget, valamint a tananyag digitális elkészítését magyar nyelv és irodalom, történelem és földrajz tantárgyak esetében. Március 16-tól új oktatási rend lépett érvénybe a koronavírus járvány miatt. A diákok tantermen kívül digitális oktatás keretében folytatják a tanulást. A diákok nem mehetnek be az iskolába, otthon kell tanulniuk. Az igazgatónak be kell mennie, a tanároknak pedig csak akkor, ha otthoni eszközökkel nem tudják digitálisan megtartani az órákat. Nem napokra, hetekre, hanem hónapokra kell készülni, jegyezte meg a miniszterelnök. Ezt úgy hívjuk, hogy tantermen kívüli digitális munkarend. Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, nem mehetnek be az iskolába. Sólyom Levente, az ismerősének csak Levus, úgy döntött, hogy a karanténból közvetíti mindennapjait. Többek között beszélt arról is, hogy a koronavírus kimutatásához nyálból vesznek mintát. Itt alszom, itt az ágy, van egy asztal, van egy hűtőm, egy mikróm, meg egy vízforralóm, és így néz ki igazából, van egy iszonyat nagy zöld függönyöm, ami semmit nem ér, csak annyit, hogy zöld világítást az a szobának. Egy csirkeháló van az ablakomon, meg a zsaruk vannak, legalább tök szép idő van. Aztán, hogy ez a kijárat, itt ezt az ajtót nem sokat használom, mert nem mehetek ki. És itt van balra a zuhanyzó, ahol van egy szemetes, meg a WC. Mindenhol készfertőtlenítők vannak, amit tök jó, mert bármikor tudom fertőtleníteni a kezemet. Csak az a baj, hogy olyan szag van, mint egy fogorvosi rendelőben. Nem baj, elviselem. Kovács András Péter, az ismert stand-up komikus, otthon maradásra buzdít videójában. Mint mondja, közös érdek, hogy vigyázzunk egymásra. Figyelj az elkövetkező napokra, mert ez dönt el mindent hónapokra. Bő fél percig mossál kezet, zuhanyozzon, aki hazaérkezett. Állj 2 méterre szabad téren, ne tartózkodj egy légtérben. Itt nem vesztesz és nem győzöl, lehet, hogy éppen te fertőzöl. Maradok itthon, itthon maradok, te meg otthon, vírustát nem adok. Maradok itthon, itthon maradok, maradunk, ha maradunk, hajrá, magyarok! Nem az a kérdés, hogy én egy kicsit megtaknyosodom-e, azt ki nem szarja le. A kérdés az, hogy milyen gyorsan lesznek tele az intenzív osztályok azokkal, akik nem csak egy kicsit taknyosodnak meg. És én mindent el fogok követni, hogy ez minél lassabban következzen be. Ez a minden pedig most éppen az, hogy nem csinálok semmit. Fura, nem? Varga Viktor extrém módon mutatta meg, hogy nem fél a vírustól. Nem mondható elővigyázatosnak. Most nézzük meg, mit gondolnak a középsős diákok a vírusról. A válaszok különbözőek, néhol meglepőek. De mit van?
Réti Attila összefoglalta videójában, mit érdemes tudni a digitális oktatási rendszerről. A tanár számon is kéri majd a tanultakat. Kedves Bélás diákok! A mai naptól egy új helyzethez kell alkalmazkodnunk. Ez senkinek sem lesz könnyű, de legalább nehéz lesz. A legfontosabb, hogy mielőbb túl legyünk ezen a járványon, és lehetőség szerint senki ne betegedjen meg. Kerüljük a találkozást ismerőseinkkel, barátainkkal, ne lófráljunk az utcákon és egyéb nyilvános helyeken. Maga a fertő, mocsok és fertő, ide jutottunk. Nagyon figyeljünk a higiéniára. És nagyon fontos. Maradj otthon, nézzél a tévét. Ha azt gondolod, hogy ez a bulizás vagy a bandázás ideje, akkor... Bunkó vagy Baxi. Aki azt gondolja, hogy ezt jobban tudja, és tesz a gyülekezéssel kapcsolatos korlátozásokra, rögtön megvilágosítja számunkra, hogy mekkora ragyság fel. Tehát nyomatékosan felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy... A helyzet súlyos. Néhány szóval összefoglalnám a földrajztantárgyra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. Szóval te ilyen okos gyerek vagy, mi? Hát igen. A kapcsolattartás hivatalos fóruma a Kréta Napló, illetve amíg az nem működik, a Sulik szerver, ahová fel fogom tölteni az elsajátítandó tananyagokat, illetve esetleges linkeket a tanulást segítő ismeretekkel. Elképesztő. Hallatlan. Elképesztő. Hallatlan. Itt fogom közzétenni a számonkérés módját, a házi feladatokat, esetleges beadandókat. Miről jögni való van ezen? Tényleg, mit röhögsz? Háromszori feladatbenyújtás elmaradása esetén a tanuló teljesítményét elégtelennel minősíti a szaktanár. Én mondom, kegyetlen világban élünk. A tanulási segédanyagok, vázlatok a honlapomon elérhetők, illetve a szakmai oldalamon, a Facebookon is lesznek hasznos linkek. Kérek mindenkit, hogy a tanulást és a helyzetet vegye komolyan. Aki nem követi a tananyagot napi rendszerességgel, ezért lemarad és panaszkodik, az... Nem tud érdekelni. Eredményes munkát kívánok mindannyiunknak. Léteznek távoktatási diáktípusok? Patrícia összeszedte az általa ismerteket. Ti tudtok valamelyikkel azonosulni? Jaj. Jó reggelt. Jó reggelt, tanárnő. Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt, tanárnő. Csak úgy emlékeztetném, szólt, hogy szóljak, hogy volt házi. Igen, úgyhogy nekem kész van, nem tudom, a többieknek kész van-e. Császtok, jó reggelt. 2000 per gram, házszállítással 4000, jó? Ez rizikós a korona miatt, tudod. De elmegyek én, nem. Gyere, korona, mi van? Császtok. Csókolom, tanárnő. Cső. Csókolom, tanárnő. Dr. Novák Hunor, gyermekgyógyász, Facebookon beszélt a koronavírus veszélyeiről. Kitért arra is, hogy immunológiai okai vannak, hogy veszélyesebb az idősekre nézve. Veszélyes-e a gyerekekre a koronavírus? Hangsúlyozom, hogy csak jelen tudásunkra alapozhatunk, nyilvánvalóan változhatnak a vírusok is, létrejött egy új mutáció, mint ahogy mindenben, és gyökeresen megváltozhat a megbetegedő képesség is. Azért nem ennek van a legnagyobb esélye, de jelenleg azt látjuk továbbra is, hogy nem veszélyes a gyerekekre. Ez nagyon érdekes lehet sokaknak, hogy egy betegség az nem veszélyes a gyerekekre, hát kicsi is, állandóan betegesebb, taknyos, náthás, nem tudja fújni az orrát. Ennek elsősorban immunológiai okai vannak, tehát nagyon érdekes, hogy vannak olyan betegségek, mint például a meningokokkus okozta agyhártyagyulladás, amely nagyon veszélyes a csecsemőkre, veszélyes a kisgyerekekre, serdülőkre, felnőttekre már nem olyan veszélyes. A koronavírus megelőzése kapcsán fontos az alapos, időben hosszabb és szappannal történő kézmosás. Hoztunk egy videót nektek arról, amiben megmutatjuk, hogyan kell helyesen kezet mosni. Hand washing should take you about 1 minute.
Use a timer or count from 1 to 10 in each of the following steps. Wet hands with water and apply enough soap to cover all surfaces of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later on. Rub hands palm to palm to obtain a good quantity of foam, then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers, and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm, and vice versa. To clean the tips of the fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm, and vice versa. Rinse hands thoroughly with running water. Dry hands thoroughly with a single-use towel. If the tap is not elbow-operated, use this towel to turn off the tap without touching it directly. Your hands are now clean and safe. Pierre Maddox sajátosan dolgozott fel egy népszerű Michael Jackson számot. Mutatjuk, hogyan sikerült neki. Szerintetek egy medve lehet az ember játszótársa? Döntsétek el ti! Jöjjön a cuki kis állatos videó! Ennyi volt már a YouTube híradó. Habár sok a szomorú hír, de a videó végén láthattok vicces kommenteket. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha nagyon tetszett, iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!